Nem véletlen, hogy valaki hova született, vallja Mohai V. Lajos, akinek Belcanto, Álom a régi kanizsáról címmel megjelent, verseket tartalmazó kötetét decemberben mutatták be a Honvéd kaszinóban. Mindig fontos dolog az, hogy kanizsai értékek ne csak itt jelenjenek meg, hanem országos szinten is. Mohai V. Lajos azok közé, a kiváló alkotók közé tartozik, akik itt születtek a városban, elszármaztak innen, de máig őrzik kanizsaiságukat. Ez a kötet is ennek a bizonyítéka, hiszen a kanizsai gyermekkorát, a kanizsai, régi kanizsai történeteket, régi kanizsai alakokat, helyszíneket írta meg ebben a kötetben. Ez egy verses kötet, úgyhogy rövid szövegek, könnyen olvashatók, könnyen befogadhatók. Belcanto, vagyis Szép ének a címe a kanizsai születésű alkotó legutóbbi kötetének. Ez a kötet bármennyire vékonykának tűnik, azért nagyon sok év munkája van benne, mégpedig azért, mert azt gondolom, és mindig azt is gondoltam egyébként, és az is az én gyakorlatom, hogy hosszú ideig pihentetem a verseket és a köteteket is. Úgyhogy elárulom egyébként, hogy majd talán 2 év múlva egy újabb verses kötet lesz, mert feltámasztottam 2 Rózsa utcai költőnőt, Sibolti Reginát és Kósek Danielát, és az ő életüket meg a verseit is most írom. Hosszú munka ez. Nem véletlen a címe az, hogy Szép ének, mert előre a városról csak szép éneket lehet mondani. Következésképpen azért is választottam ezt a címet, és azért is választottam ugye nem magyar címet, mert semmi más nem fejezte volna ki igazából ezt, és ha belenéznek a kötetbe, akkor épp erről beszélgettünk néhány órával ezelőtt itt Kanizsán, hogy viszonylag, vagy nagyon-nagyon egyszerű verseket találnak benne. De viszont hát ezeket a verseket, vagy ezeket a műveket azért nagyon-nagyon hosszú ideig, és ha szabad így fogalmazni, nagy munkával írta az ember. Az Évának annyi szerepe van a kötetben, hogy ő volt ugye a szerkesztője, amit nagyon köszönök egyébként, mert nyilván néhány verset elhagytunk. Az én szívfájdalmam az volt, hogy szép leírásokat írtam a Teleki utcai víztoronyról, következésképpen azt majd valahogy másképpen kell publikálni. Minden esetre nagyon örülök, hogy megszületett ez a kötet, és tényleg egyébként igen, álmodom Kanizsáról, meg a régi világról. Mohai V. Lajos, mint író, leginkább Kanizsához kapcsolódó alkotásokat jelentett meg. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy valaki hová születik. És én Kanizsára születtem. Ez jó? Hát ez nekem abszolút megfelel, persze. Hát jó vagy nem jó, az nem tudom, mert valakit megkérdeznek Párizsba, biztos azt mondja, hogy Párizsba jó születni, vagy Pozsonyba, vagy bárhol a világon, ahol a szülőföldje van, vagy a szülőhelye van, de úgy gondolom, ahol ott jó, igen. És azt meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogy lehetséges az, vagy fölteszik néha a kérdést, vagy gondolják egyébként, nem is teszik fel a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy valaki 18 éves korában elmegy Kanizsáról, és ha úgy tetszik, akkor másról sem ír, vagy mással sem foglalkozik bizonyos értelemben, mint Kanizsával. Hát úgy lehet, hogy kitüntetett szerepe van annak, hogy van az emberek életében egy közös nevező van. Semmi több nincsen. A gyerekkor. 5-6-7-8 évig mindenki. A gyerekkor az közös nevező. Na most nekem innen származnak ezek az élményeim, és bárhol jártam a világon, szerencsére néhány helyen megfordultam, azért valahogy mindig arra gondoltam, hogy Kanizsa a világ központja. A verses kötetet megelőzően 2021 őszén mutatták be Mohai V. Lajos Nagy Kanizsához, pontosabban a Sörös Kanizsához kapcsolódó prózai írását. Tintaceruza Sörös ládában volt a kötet címe, és Kanizsa sörös hagyományait járta egyébként egy kicsit körbe, illetve a szerzőnek magának a csehországi sörös élményeit mutatta föl, bemutatta, hogy milyen kiváló emberek jártak itt Nagy Kanizsán annak idején, országosan és nemzetközileg is ismert kiváló cseh írók, most direkt nem mondom ki a nevet, ezt nézze meg mindenki a könyvtárba, vagy akinek megvan a kötet az otthon, legyen meglepetés, hogy milyen jelentős írók jártak itt a városban.
De az egy prózakötet volt, ez egy verses kötet, részben kapcsolódik a kettő, hiszen már az első egység a sörös lovakkal, szenes lovakkal és ezeknek a irányítóival, azokkal az emberekkel foglalkozott, akik ezt a várost építették, akiknek a verejtéke itt van az utcák porába, és akik meghatározták ennek a városnak az arculatát. A városról szóló mohai írások, a készülő nagy kanizsai relief újabb darabjai is hamarosan a helyükre kerülnek, melynek ez a verses kötet is része. Mohai Lajos eredendően irodalomtörténész, aki Kosztolányi Dezsővel foglalkozott, és nagyon kiváló tanulmánykötetet írt Kosztolányi Dezsőről, viszont ő az irodalomtörténészek közül azok közé tartozik, akik nem lettek rossz írók, mert általában ez úgy szokott lenni, hogy aki jó irodalomtörténész, az rossz költő, és fordítva, aki hát viszonylag kevés az, aki költőként próbálkozik irodalomtörténettel, de az gyakoribb, hogy irodalomtörténész ír verseket. Lajosnak szerencsére mind a kettő megy, és hát láthattuk a tinta ceruzában, hogy a próza is. Ígérte, hogy a kanizsai gyermekkort ugyanígy prózában meg fogja írni, hát nagyon várjuk, hogy ez milyen lesz. Prózai műnek az első két könyve, vagy első két része az elkészült, úgyhogy a kiadónál van, és jövő könyvhétre meg is jelenik, de már a harmadik, negyedik rész is készül. A kanizsai gyermekkor tehát még jobban megismerhetjük Mohai V. Lajos prózai írásait. A tervek szerint az idei évben vehetik kézbe az olvasók.